Azt szokták mondani, fentről lehet a legnagyobbat esni. Igaz, a csúcson sem feltétlen könnyű. Kadarkai Endre vagyok, ez pedig a Felfelé zuhanás. A Podped és a YouTube csatornám közös podcastje. Egy sorozat közismert magyar ikonok sors tragédiájáról. Bukásuk vajon eleve elrendelt volt, vagy életük szerencsétlen fordulópontok után vált drámaivá? Lehetett volna másképp? Főszereplőink közül legtöbben már nincsenek köztünk, de szó lesz olyanokról is, akiknek története már életükben is sok tanulsággal szolgálhat. Nem a bulvár érdeklődés hajt, ahogy a vájkálás sem. Találgatások helyett beszélgessünk róluk nyíltan, értő figyelemmel, de tapintattal. Érdemes meghallgatni a műsor vágatlan, jóval hosszabb epizódjait a podpet.hu oldalon. Anna örök. Juhász Gyula kapcsán legtöbbünknek ez a magyar líra örökbecsű és sokak által legszebbnek tartott szerelmes verse jut eszébe. Kétségtelen, hogy életművének egyik legmeghatározóbb alkotásai az Anna versek voltak, noha a szerző mindössze 10 percre találkozott egész életében múzsájával. Juhász Gyulát gyermekkorától kezdve elvakultan szoros kapcsolat fűzte édesanyjához, ami véletlenül nagyban befolyásolta azt is, hogy sikertelen volt a szerelemben. Igen gyakran mélyen morózus volt, depressziója okán többször kezelték pszichiátrián, nem egyszer kísérelt meg öngyilkosságot, és nem félt belefolyni politikai csatározásokba sem. Ezúttal dr. Németh Attilával, Bíró Balogh Tamással és László Ferenccel beszélgetek. Az orvostudomány mai állása szerint tulajdonképpen Juhász Gyula születésénél fogva súlyos mentális és pszichés problémákkal küzdött? Szó sincs róla. Ő csak a hajlamot örökölte a szüleitől, a depresszióra való hajlamot, mind az apjától, mind az anyjától. Az anyjától egy kicsit a bipolaritást és a hullámzó kedély állapotot, ezt megírt ő a versében. Gyerekkorában ő inkább csak egy zárkózott, introvertált, szorongó, vézna kis fiú volt, akinek nem volt nagy önbizalma. De ez nem volt betegség. Neki az első depressziós eseménye az 20 éves korában kezdődött, ahogy ez azért elég gyakran így indul a depresszió. Különféle események katalizálták mindezt, hogy ez kikerülhetetlen volt? Hát minden pszichiátriai betegség mögött van egy genetikai hajlam, és vannak környezeti tényezők. Tehát amikor ő Vácon, abban a papi novicius képzőben járt, akkor volt egy homoszexuális zaklatása, és ott volt egy eléggé erős drill, amire ő szorongásos tünetekkel reagált. Voltak kényszeres tünetei is. Aztán azt is tudjuk, hogy gyerekkorában sem mert elmenni, vásárolni, egy ilyen szociális fóbiaszerű tünetegységtől szenvedett, hogy félt kommunikálni. Bocsánat, csak az nem tudom, mennyire fontos a történet szempontjából, szerintem nem lényegtelen, hogy ez az abúzus, ez megtörtént, vagy csak egy kísérlet volt? Hivatalosan biztosat nem tudunk, de ilyen sejtések, utalások vannak az ő emlékezéseibe, vagy akár az ismerőseinek, rokonainak az emlékezeteibe, de ez nem biztos. Én azt gondolom, egy kísértés lehetett. Minden esetre ő kilépett ebből a papneveldéből, holott eredetileg azzal a szándékkal iratták be, hogy ő pap legyen. Hány éves volt ekkor, mikor ez megtörtént? Talán gimnazista 14 év körüli volt, 14-15 év körüli volt. Mesélt ő erről a későbbiekben? Tehát valamennyire, amennyire lehetett ezt abban az időben, ő megpróbálta feldolgozni? Nem, ez nem, és csak utalások vannak, úgyhogy bizonyíték még nincs, csak egy utalás. Ön utólagosan, akár a tettei mögött, akár a különféle versekben látja ennek a lenyomatát? Ennek a lenyomatát nem látom, nem. Ugye Juhász Gyulának elég nagy hátránya volt az, hogy vidéki költőnek született. Több tanulmány is szól arról, hogy ő ezt már életében is a mellőzöttségnek a szinonimájaként élte meg, és hát azóta is az utóbbi eltelt évtizedek is azt mutatják, hogy aki nem a fővárosban próbál megérvényesülni, akár irodalmi, akár tudományos, akár más fronton, az hátrányt szenved a fővárosiakkal kapcsolatban. Nála mi volt a gát, mi volt a hiány, hogy a fővárosban nem tudott sikert elérni? Rajongott Szegedért.
Tehát ő ugye Budapesten tanult, és ugyanarra a négyesi szemináriumra járt, amire Kosztolányi, meg Babicsi, Olá Gábor és a többiek, viszont utána visszakerült vidékre, egy ideig Szegeden élt, utána pedig elkezdődött az a féle kávária, amit ő nagyon sokszor számüzetésként élt meg. De valahogy Budapest, mint olyan, soha nem vonzotta. Az édesanyjával való viszonya, az tulajdonképpen egy sima, szoros, eltéphetetlen szövetség volt, vagy voltak éppen ennél azért egy picit betegebb dologról van szó, hogy élete végéig együtt éltek? Hát igen, de rá volt szorolva élete végén Juhász Gyula arra, hogy az anyja mellette legyen, mert akkor már olyan sűrűn jöttek a depressziós epizódjai, hogy muszáj volt, hogy valaki gondozza, ápolja. Eredetileg is kétségtelen az történt, hogy nagyon szoros volt a kapcsolat. Ez az édesanyjának volt a domináns volta miatt, vagy élhetetlen volt Juhász Gyula? Szerintem is. Több testvér volt, két lánytestvér és egy fiú testvér. A legszorosabb kapcsolat az édesanyja és Juhász Gyula között volt, feltehetőleg, mert ő volt a leginkább gyámolításra szoruló gyermek az anyjának. Az egyik lánytestvére viszonylag fiatalon meghalt, a másikat nagyon sokáig élt, és egy abszolút egészséges életet, és ugyanakkor az öccse is egy teljesen normális, önálló életet élt. Juhász Gyula volt az, aki szorongó volt, gátlásos volt, hát támogatásra szoruló volt. Neki valaha volt olyan barátja, társa, akivel megosztotta, hogy őt mi bántja, hogy mi az öröme, ami egy hagyományos értelembe vett emberi viszonyt meg kellene, hogy határozzon. Hát azért gyerekkorában, és ő például nem tudott jól tornázni, de kiválóan úszott, és a Tiszát többször átúszta, ebbe voltak sikerélményei. Hát kiváló tanuló volt, és ezen kívül hát azért nagyon szoros kapcsolata volt a későbbi nyugatosokkal, Babicssal, Kosztolányival. Nagyon intenzív levelezés folyt közöttük. De ez bensőséges baráti viszony volt? Ez bensőséges baráti viszony volt. Ők nagyon odafigyeltek egymásra. Ő szeretnivaló ember volt, Juhász Gyula. Abszolút. És Szegeden őt mindig is elismerték. Tehát akkor is, amikor már beteg volt, akkor is Szeged büszke volt rá. Tehát volt olyan időszak, amikor éppensége nem volt depressziós, hogy egy szépségversenynek a zsűri elnökére fölkérték. Ezen kívül az 1919-es tanácsköztársaság idején, akkor őt nevezték ki a Szegedi Színház igazgatójának. Tehát tulajdonképpen Szeged odafigyelt Juhász Gyulára. Juhász Gyula alkatilag egy magányos ember volt. Nagyon sokszor írja le a verseiben ugye azt, hogy bús, meg komor, meg búsoló, és amikor ezt öniróniába akarta fordítani, akkor például vannak olyan dedikációi, amit úgy ír alá, hogy a búsuló juhász, tehát hogy egy ilyen magába forduló, nem igazán társasági ember volt, aki mondjuk szívesen maradt szó szerint is otthon. Élete vége felé már ugye kényszerűen maradt otthon, mert egy olyan depresszió, mély depresszióba süllyedt, hogy gyakorlatilag a Fodor utcai lakásukat sem hagyta el. És hát ugyan kiáll ilyenkor az emberhez a legközelebb, az édesanyja. Próbált ő valaha leszakadni az édesanyjától? Én úgy tudom, hogy nem. Ugye megvoltak azok az időszakok az életében, amikor nem Szegeden élt. Ez volt az a kényszerű elszakadás, amikor fizikálisan is távol voltak egymástól, de hát ugye ezeket az életszakaszokat Juhász említettem már, számüzetésként élte meg. Volt szintén egy másik nagyon elgondolkodtató mondata, jobb volna senki lenni. Ez annyit jelent, hogy teher is volt számára a nyomás, a felfokozottság, a viszonylagos dicsfény? Ez sem elképzelhetetlen. Ő egy magányos ember volt. Úgy szoktuk azt mondani, hogy a költészet meg az irodalom amúgy is egy magányos munka. Van, aki ezt hirdeti, van, aki pedig nem, mert van, aki azt mondja, hogy pont, hogy egy kollektív munkáról van szó, hiszen szerkesztőségekkel, kiadókkal kell tartani a kapcsolaton, esetenként fordítókkal, illetve számos más szereplőjével az irodalmi életnek. Ő nagyon az ellen volt, hogy mások viszont ne legyenek senkik. Tehát, hogyha ő maga már így élte meg,
ő ezt megpróbálta áttransformálni egy felfedező munkába. És nagyon sok felfedezett jelent, akikben meglátott valakit, valamit, és nem engedte meg a történelemnek, hogy senki legyen belőlük. Ugye tudunk itt költőket mondani, Nagyfalusi Jenőt, vagy írókat, Jávorka Sándor, festőket, hát ugye itt már jobb neveket is lehet említeni, mint Golácsi, vagy valójában ő fedezte föl, legalábbis részben Moholy Nagy Lászlón, a legismertebb költő nevét pedig mindenki ismeri, akit ő fedezett föl, az József Attila. Az ő esetében önsorsrontásról beszélhetünk, vagy inkább élhetetlenségről? Nem értett tulajdonképpen az önmenedzseléshez. Az biztos, hogy nem. Tehát, hogy a legrosszabb önmenedzselő típus volt, egy anti-önmenedzsment. Az ő esetében a történelmi események, amiben azért ő részt vett, a tanácsköztársaság, aztán diáktüntetésben is részt vett, a politikába is beleártotta magát, ott kapott támadásokat, egy ilyen igen sebezhető embert nagyon meg tudott roncsolni? Valószínűleg igen, de azért megint az állapotától függően, hogy hogy értékelte a helyzetet. Például amikor a Holnap című kötetet szerkesztette, akkor is sok támadás érte őket, és Babits nagyon rosszul viselte, Juhász Gyula pedig abszolút büszke volt. Hát ez van, hát örülj neki, nem kell szégyenlősködni. És a tüntetésnek is megvolt az, hogy mivel értett egyet, vagy amikor jó állapotban volt, és a konkrétan a tanácsköztársaság kinevezte ilyen-olyan kulturális felelősnek, akkor azt ő lelkesen csinálta, mert látta értelmét. Tehát, ja, és a depresszióval epizódjai nem nagyon függtek össze az külső eseményeket. És később, amikor elismert volt, sikeres volt, nem voltak anyai gondjai, mert megkapta a Baumgarten díjat nem egyszer, nem kétszer, akkor is tehetetlen volt, és folyamatosan arra vágyott, hogy már legyen vége ennek az életnek. Szerinted Juhász Gyula összességében az életét, a betegségeit tekintve, a döntéseit tekintve menthetetlen volt? Hát nagyon sok alapja van annak, hogy azt gondolhassuk, hogy menthetetlen volt, hiszen talán nincs is a magyar irodalomban olyan költő, vagy olyan irodalmár, akinek egyrészt ennyire sokat tudnánk a kor történetéről, másrészt pedig ennyire vigasztalan lenne ez a kor történet, hiszen tudjuk jól, hogy Juhász Gyulával kapcsolatban legalább 3-4 olyan betegséget, vagy betegségcsoportot tudnánk megemlíteni, és legalább 10 öngyilkossági kísérletet, amelyek közért együtt alkalmasak arra, hogy egy nagyon szomorú és bizonyos szempontból eleve végzett el terhes történetnek lássuk Juhász Gyula életét. Vigasztalannak mondod, ez azt jelenti, hogy még a magyar irodalom történet nagy-nagy szomorú ikonjai közül is kiemelkedik ilyen szempontból? Tehát ő tényleg egy végtelenül szomorú ember volt? Hát ha azt nézzük, hogy az életének tulajdonképpen az utolsó bő fél évtizedét, sőt, tulajdonképpen az utolsó 7 évét többé-kevésbé egy falnak befordulva magára a dunyát magára a takarót ráhúzva fekvő embernek lássuk Juhász Gyulát, akkor ezt elmondhatjuk, hogy ilyen József Attilával soha nem fordult elő. Vannak betegségtudattal élő, voltak betegségtudattal élő magyar irodalmárok, de hát Juhász Gyula ilyen szempontból a lehető legösszefüggőbb, masszívabb és szomorúbb történet. Hát tudjuk jól, hogy ő gyakorlatilag mint egy megörökölte a maga betegségtudatát. Ugye éppen érettségiző félben volt, amikor meghalt az apja, ugye alig 47-48 éves korában, ráadásul úgy, hogy az utolsó éveit eltompulva töltötte ilyen hátgerinc sorvadással, és onnantól kezdve Juhász Gyula valójában azzal a tudattal élt, hogy rá is ez vár. Ugye már szinte be is programozta magát? Hát olyannyira, hogy 1907-ben, ha jól emlékszem, volt egy verse, a Fátum című, ami azzal végződik, hogy az a régi bánat az én új fátumom, az a régi bánat az az apjának a betegsége, és tulajdonképpen az életét végig kísérte az, hogy rá
igazából ez a hátgerinc sorvadás, rá igazából ez a bizonyos paralízis progresszíva vár, aminek ugye tudjuk jól, hogy a korban egy nagy-nagy félelme volt, hát legtöbbször persze a férfiaknak, ugye a vérbajnak egy végső fázisa, ami ugye elbutulással, egyfajta demenciával jár együtt, és tulajdonképpen Juhász Gyula ezt programozta be magának, és ez azért érdekes, mert valójában nem ez végzett vele. Tehát miközben tudjuk jól, hogy készült olyan betegfelvétel, készült olyan diagnózis, amelyben szerepelt, hogy ő maga úgymond vérbajjal fertőzött, és pozitív volt a Wassermannja, de ugyanakkor rá 10 évvel később készült olyan, amit szerint nem. Ha föl tud rajzolni egy korképet az ő pszichés állapotát illetően, valamit még meg tudunk állapítani, mert sok mindent lehetett olvasni ezzel kapcsolatban, hogy mit diagnosztizáltak, nem tudom én milyen teszt alapján kijött valami eredmény, kiderült, hogy mégsem az volt a problémája, tehát valami fajta lázgörbét, vagy valami folyamatábrát föl tudunk rajzolni? Igen, Juhász Gyulánál viszonylag egyszerű a dolog, mert azért neki olyan betegsége volt, amit annak idején is már jól ismert a pszichiátria, csak gyógyítani nem tudott. Ez egy úgynevezett most bipoláris hangulatzavarnak nevezzük, akkor mániás depressziónak, vagy visszatérő melankóliának, de ez ugyanazt jelenti. Arról van szó, hogy minden külső ok nélkül jelentkeznek mély depressziós állapotai, ahol teljesen inaktív volt, öngyilkossági gondolatai voltak, szorongott, nem tudott aludni, stb. És ezen kívül enyhébb, még a mániát el nem érő fölhangolt állapotai voltak, a szokásoshoz képest túlaktív volt, esetleg kritikátlan, ilyen is feltárható egyszer-kétszer az életében, és ezért mondanánk azt, hogy ő egy úgynevezett bipoláris kettő affektív zavarba szenved, ahol a kórházi kezelést a depressziók mélysége indokolta, de a fölhangoltság viszont nem indokolt kezelést. Csak feltűnő volt a környezetének, hogy nem így szokták meg. Tehát ebben egyetért a pszichiátria, hogy Juhász Gyulának ez a mániákó depressziója vagy bipoláris affektív zavara volt, ami ugyanazt jelenti. Akkor 30-as években bármilyen esély mutatkozott arra, hogy Magyarországon ezt érdemben és kifogástalanul tudják kezelni? Egyáltalán nem, csak megőrizték. Tehát az volt a cél, hogy ne legyen öngyilkos. 6-szor volt öngyilkossági kísérlete Juhász Gyulának, és a 6. volt az, ami végül is halálát okozta. Ez egy bipoláris depressziós esetén tulajdonképpen törvényszerű, az, hogy vannak szuicid hajlamai, vagy ez egy súlyosbító eset, ami súlyos eset, ami Juhász Gyula esetén fennáll? Hát az ő betegségének a súlyosságából eleve következett ez, hogy öngyilkossági késztetésre hajlam. Tehát ez abszolút benne van, ez a betegség kategória az, ahol a legnagyobb a kockázata az öngyilkosságnak. Lehet, hogy kicsit kegyetlen vagy szívtelen a kérdés, de az 5 alkalom, ami ugye nem sikeredett, az tulajdonképpen valós elszállás eredménye volt, vagy inkább figyelemfelhívás? Abszolút, mert megkülönböztetünk öngyilkossági kísérletekben violens és nem violens, tehát durva vagy nem durva. A nem durva az a mérgezés, a gyógyszerbevétel, amiből még ki lehet jönni. De első alkalommal a Lánchídról akart leugrani, és az utolsó pillanatban találkozott valakivel, aki lebeszélte. Egy hölgy volt, aki elmondta, hogy Szegeden valami nagy elismerés érte őt, és ez visszahozta az életbe kvázi. Megjelent a verses kötete, és mutatta. És ezzel elterelte a figyelmet. De ő úgy jött el, már a Léváról, ahol depressziósként élt már jó ideje, hogy visszajön Pestre, és öngyilkos lesz. Ha nem találkozik ön szerint akkor ezzel a hölgyel, ő beleugrik? Szerintem igen, mert utána a második öngyilkossági kísérlete az volt, hogy lőfegyverrel mellkason lőtte magát, hogy mindenki csodálkozott, hogy éppen hajszálon múlt, hogy túlélte. Ez is egy abszolút violens volt. Ezen kívül volt összesen 3 gyógyszeres kísérlete, ami barbiturátal, veronál nevű gyógyszerrel, ami elég durva, és egyszer volt az, amikor hát majdnem felakasztotta magát, és az édesanyja mentette meg az utolsó pillanatban. Ebből 3 olyan, amiben nagyon könnyen meghalhatott volna. A betegségéből kövező
következő hepehupák és nagy amplitúdók eredménye volt az, hogy épp mikor akart öngyilkos lenni, majd mindig köthető hozzá valami tragikus, valami nagy megoldatlan életesemény. Hát nem egészen, szerintem elsősorban a betegségéből következett, mert periodikusan jöttek ezek a depressziói, és ahogy a tankönyv is leírja, hogy a kezeletlen esetekben egyre súlyosabb depressziók jönnek, egyre sűrűbben és egyre hosszabb ideig tartanak. Tehát még ő 1914-17-ben egyszer-kétszer volt a pszichiátriai klinikán a depresszióval, aztán 1929-ben a Schwarzer klinikán, és onnantól kezdve az élete végéig hátralévő 9 évben 9-szer volt a szegedi klinikán, és minden esetben akkor volt, amikor már olyan súlyos állapotban volt, hogy esetleg nem evett, vagy nem aludt, és hangoztatta az öngyilkosság kis gondolatait. Utólagos pszichologizálás nyilvánvalóan, nem áll tőlünk távol. Mikor volt ő boldog, ha volt? Hát a nyilvános aktivitás időszakai azok feltétlenül olyanok voltak, amikor jobban érezhette magát. Az irodalmi sikerek azok valamelyest javítottak a kedélyén. De ez is egy olyan mozzanat, amivel kapcsolatban ugyancsak nagyon sok adat áll rendelkezésünkre, hogy a depressziójának önmaga számára az egyik magyarázata az volt, hogy mások előrébb vannak. Hogy miközben ő elismerten az ország egyik legnagyobb költője volt, úgy érezhette, hogy a nemzedékében valójában az ő kifutása az korlátozott. Megalapozottan? Hát ha azt nézzük, hogy mások a fővárosban voltak, mások döntöttek a díjakról, ő meg megkapta a díjakat, akkor ez éreztethet velünk egyfajta különbséget. Az nyilvánvaló, hogy Babits Mihály vagy Kosztolányi Dezső, ugye akikkel leginkább összemérhette magát, a társadalmi nyilvánosságban, a közéletben, az ország köztudatában sokkal erőteljesebben és intenzívebben szerepeltek, mint Juhász Gyula, aki bizonyos szemszögből egyfajta vidéki nevezetesség volt. Juhász Gyula akkor egy különcnek számított, mondjuk úgy, hogy irodalmi berkeken belül, egy meg nem értett, kicsit habókos, magának való, szociálisan csökött embernek, vagy tulajdonképpen azt gondolták róla, hogy ő egy nagyon beteg ember? Alapvetően azt gondolták róla, hogy nagyon beteg ember, mert hiszen ő valójában 1907-1908-tól, amikor egyrészt az első öngyilkossági kísérletét regisztrálhatta a környezete, másrészt pedig a verseiben föltűnik ez a, ő akkor úgy nevezi, hogy érckarmú lidérc, később rémnek nevezi, és sormás démonnak. Tehát amikor megjelenik ez a fajta erős betegségtudat, onnantól kezdve valójában Juhász Gyula folyamatosan abban a saját maga számára és a külvilág számára is abban a kategóriában van, hogy ő egy nagyon súlyos beteg ember. Édesanyja ezzel pontosan tisztában volt? Az édesanyja az nagyon erőteljesen részt vett az ő életének megmentésére irányuló kísérletekben, és tudjuk jól, hogy legalább kétszer úgymond hazavitte abban a reményben, hogy már gyógyult különböző intézetekből a fiát, de valójában nem igazán tudott neki segíteni. Ugye olyannyira nem tudott neki segíteni, hogy ezt is följegyezték a Juhász Gyula utolsó éveiről, hogy egy ponton túl már a saját anyának a társaságát sem tudta elviselni, és az élete utolsó hónapjaiban ugye az ételeit is csak úgy lehetett odaadni, hogy amikor éppen aludt, akkor be lehetett vinni a szobájába, vagy amikor mondjuk véletlenül a tisztálkodását végezte, akkor be lehetett csempészni, de nem viselte el még az anyja társaságát sem. De miért? Zavarta minden, ami rajta kívül van a világban? Valójában őt, illetve a benne élő, benne mozgó, benne kopogó rémet zavarta egyáltalán a külvilág, és a külvilággal való minden kapcsolatot meg akart szakítani. Ugye egészen egy-két emberrel tett csak kivételt, és velük is csak egészen szakaszosan, de azt nagyon fontos elmondani, hogy ez már egy olyan időszaka volt az életének, amikor gyakorlatilag az irodalmi munkásságát befejezte. Ugye nagyjából 34-ig tudjuk kinyomon követni azt, hogy ő verseket ír, és valóban ezek megjelennek. Később már mindent inkább csak összeraknak az ő korábbi dolgaiból, és úgy próbálják fönntartani az ő irodalmi jelenlétének a látszatát. Mit lehet tudni pontosan, tehát exakt módon az ő utolsó időszakának szenvedélybetegségeiről? Szerhasználatról lehetett olvasni, másfél liter
borról naponta, gyógyszerekhez is nyúlt. Tulajdonképpen a vége az már ilyen értelemben függőség, függőség hátán, így kell elképzelni? Ezek mind kortársi visszaemlékezések, és a kortársi visszaemlékezés mindig lehet csalóka. Vannak olyan visszaemlékezések, amelyek arról szólnak, hogy semmiféle szert, tudatmódosító anyagot nem használ, egyszerűen egy befüggönyözött ablakú, sötét szobában ül, vagy áll. És nem szól senkihez, hanem mondjuk, ha éppen nincsen befüggönyözve, akkor néz ki az ablakon. Vannak olyan visszaemlékezések, hogy meglátogatják őt régi gyerekkori, ifjúkori pajtásai, köszönnek egymásnak, és nagyjából ebben kimerül a betegség, a beszélgetés. Tehát, hogy én a kortársi visszaemlékezésekkel óvatosan bánnék egyébként. Most nemrég került elő egy árverésen Juhász Gyulának a betegségével kapcsolatos elég jelentős orvosi iratanyag. Ezt egy szegedi könyv- és kéziratgyűjtő vásárolta meg, és alkalmam lesz majd ebbe beletekinteni, és hogyha alkalmam lesz beletekinteni, akkor a nyilvánosságnak is majd. Az mit jelent egyébként, hogy nézett ki az ablakon, vagy ült, vagy állt? Egy antiszociális emberkerülőt kell elképzelni Juhász Gyula személyében? Nem nevezném antiszociálisnak, depressziós volt. Tehát, hogy nem írtózott az emberektől, kimenni. Magába volt fordulva, zárkózott volt, és nem érezte jól magát máshol. Lehet, hogy pont a lakásuknak a biztonsága volt az, amit nem akart elhagyni, vagy nem mert elhagyni. Ez nem egy antiszociális tulajdonság, hanem ez egy bezárkózottság. Tehát inkább egy félelem, egy depresszió, egy gyötrő érzés. Ugye az tény, hogy beteljesült szerelme nem volt, mindig csak vágyakozott a nőkre, és hozzájuk írta mindig a vágyakozásnak a legszebb verseit. Ugyanakkor hát férfiból volt ő is, és a Bánomkerti sornak a házait, ahol ugye az örömlányok dolgoztak, ő is látogatta, és hát neki is volt nemi betegsége, csak nem annyira elhíresült, mint mondjuk Adié. Ez azért érdekes, mert egy szintén másik nyilatkozata szerint ő azt mondta, hogy az elmebetegeknek nincs szexuális érzékük. És ezt meg tudom erősíteni, mondta ő. Tehát ilyen értelemben, ezt akartam is kérdezni, neki volt valaha aktív, beteljesült szexuális élete? Ezek szerint igen. Hát itt a Bánomkert sornak az épületeiben igen, itt volt. Itt ugye prostituáltak dolgoztak. Ez beteljesült szexuális életet mutat, hogy arra utal a nemi betegség is. De olyan, hogy azzal a hölgyel, akire vágyott, akiben szerelmes volt, akivel szemben érzelmei voltak, olyanról nem tud a kutatás. Ennek a gátja ő maga volt, vagy egész egyszerűen mindig rossz nőkbe szeretett bele? Itt megint ugye kettőn áll a vásár. Híres példaként szokták említeni ugye Sárvári Annát, a nagyváradi színésznőt, Juhász Gyula Annáját, ugye Anna Örök, ahogy mondja. Anna Örök, akit ő soha nem kapott meg, és csak messziről látta mindig a színpadon, mert hogy Sárvári Anna színésznő volt. A korszakban abszolút jellemző volt, hogy minden fiatal költő színésznőbe volt szerelmes, nem volt ez alól független. Kosztolányi Dezső sem, Karinti Frigyes sem, Babics Mihály sem, ő ugye még verset is írt róla, és Juhász Gyula is mindenki színésznő szeretett. A színésznő volt az a vágyott nő, aki fönt áll a színpadon, mindenki őt nézi, mindenki őt éjjelzi, egy megemelt státuszban van. Ugye ő egy, a visszaemlékezések szerint egy átlagosnak mondható hölgy volt, Molettnek írják le, a beszámolók szerint ő, mármint Juhász Gyula, ott állt, ott virrasztott Anna háza vagy ablaka előtt, amíg ez a fiatal hölgy bulizgatott, aztán egyszer behívták őt, megpróbált beszélgetni Juhász Gyulával, aki csak hallgatott. Kijelenthetjük, hogy mindösszesen ez volt a kapcsolat kettejük között, tehát tulajdonképpen a magyar líra egyik legemblematikusabb szerelmi szálának mindösszesen ennyi a valóság alapja? Minden más az már költészet? Ez az esemény történet, igen.
Ekkor találkoztak, de mondom, színpadon sokszor látta, messziről rajongva, kritikát is írt Nagymárad években a színésznőnek az előadásairól. A vége meg legalább ennyire szomorú, mert amikor Sárvári Anna meghalt, akkor meg egy állítólag, és az állítólag is fontos, hogy egy kinyitott Juhász Gyula verses kötetet találtak mellette. Tehát lehet, hogy föltámadt a lelkiismerete, vagy ő is érzett valamit, csak eltitkolta, és akkor két ilyen hát nem túl sikeres szerelmi szálnak a nem találkozásáról van szó. De tény, a kérdésre konkrétan válaszol, hogy ennél több kapcsolatról nem tudunk, és ez a kapcsolat pedig így nem sok. Négy olyan nő, aki tényleg hozzá közel állt, azokkal nagy valószínűséggel egyáltalán nem volt szexuális kapcsolata. Menjünk végig ezeken a hölgyeken. Ugye az első tán nagyobb meghatározó az Őrsi Júlia, aki az egyik öngyilkossági kísérletekor újságíróként ott állt az ágya mellett, és ő beleszeretett. Igen. Ő azt mondta, mármint Őrsi Júlia, hogy itt az édesanyja volt, aki az egésznek a kerékkötője volt, miközben őt elvette Juhász Gyula, jegygyűrűről beszélt, szóval nehéz itt igazán igazságot tenni, hogy itt mi történt valójában. Szintén nem tudunk biztosan, mert ez egy két olvasata van ennek. Valóban Őrsi Júlia beleszeretett a költőbe, a költészetébe. És azért, amikor megismerte Juhász Gyulát, azért már nem volt annyira nyerő, és ugye egy látszólag egy megrendezett, de nem hivatalos esküvőt prezentáltak Őrsi Júlia lakásán, és ez ugye azt szokták mondani, hogy ez a szűzmennyasszony volt, tehát végső soron nem is volt aktus. Nem hiszem, hogy az édesanyja keresztbe tett volna ennek az ügynek. Itt inkább csak az volt, hogy Juhász Gyula nem volt motivált. Ő hálás volt az Őrsi Júliának, hogy amikor felébredt ebből a súlyos öngyilkossági kísérletből, akkor ő volt az ágya mellett, és tulajdonképpen visszahozta az életbe, legalábbis lelkileg. Tehát ez vitatott, másrészt pedig az, hogy azt is tudjuk, hogy sokkal később, amikor ugye szakítással végződött, az Őrsi Júlia egy nagyon csúnya ilyen írományt fogalmazott meg, amivel nem nevesítette Juhász Gyulát, de mindenki tudta, hogy róla van szó, és akkor Juhász Gyula csak annyit reagál, tényleg így láttál engem? Szóval tulajdonképpen nem tartjuk hiteles tanúnak Őrsi Júliát. Anna, aki ugye az egyik legemblematikusabb vagy ikonikusabb nőszemélye a magyar irodalomnak, vagy a magyar költészetnek, ő ihlette például az Anna Örök című verset, ő azt állítja, hogy mindösszesen egyszer találkoztak, az is egy ilyen setes uta találkozás, vagy beszélgetés volt, a lánglelkű költő len várakozott a ablaka alatt, behívták őt, miközben buli volt, és hallgatott Juhász Gyula, amikor Anna szeretett volna vele beszélgetni. Ebben kimerült az ő kapcsolatuk? Hát, hogy csak egyszer találkoztak, vagy kétszer, vagy háromszor, ezt nem tudjuk, de látták többen is, hogy egy asztalnál ültek, és akkor vagy az Anna beszélt, vagy a Juhász Gyula beszélt, de itt sem merült ki egy szexuális aktusba a fejlemény, és Sárvári Anna azt mondta, hogy hát tulajdonképpen ő nem is tudta, hogy róla ír ilyen verseket, hát te tényleg szép, de neki aztán ehhez úgy érzi, hogy semmi köze nem volt, mint múzsa. Ő egy egyszerű színésznő volt, egy középszerű valaki, és aztán, amit később írnak, hogy amikor Juhász Gyula beteg volt, és meglátogatta Sárvári Anna, akkor elutasította Juhász Gyula, hogy nem akart vele beszélni. Ez nem biztos, hogy azért volt, mert haragudott rá, lehet, hogy ez a depressziójából adódott. De Anna miért akart beszélni aztán mégis Juhász Gyulával? Hát mert az Anna versek azok nagyon híresekké váltak. Tehát a hiúsága elvitte azért a nagy magyar költőhöz. Valószínűleg igen. Ilyen értelemben ez egy számomra új információ, az itt nem arról van szó, hogy egy lánglelkű, meglehetősen gyámoltalan és feszengő fiatalember idealizált egy általa alig ismert lányt, és szárba szökkentette a költészetét, azért Anna utólagosan kijelentett, hogy valamennyire lehet, hogy táplálta mindezt. Hát igen, vele szembe ült, és hagyta, hogy imádják, és szépeket mondjanak, és dicsérjék. De azt se tudta, hogy a Juhász Gyula tulajdonképpen egy tehetséges költő. Na, de most kétségtelen 1908 és
11 között, amikor ez a kapcsolat tartott valamilyen időintervallumban, akkor azért Juhász Gyula még nem volt befutott, csak egy tehetséges költő, akire már Ady rá felfigyelt, de még a magyar közvélemény az még nem ismerte el. Arra nézve van bármilyen érdemi információja, hogy Anna ugye szintén öngyilkos lett, emlékeim szerint, és mellette az ágyánál egy Juhász Gyula kötetet találtak, amely az Anna verseknél volt nyitva. Erre vonatkozóan ebből kiderül bármi? Hát ebben lehetséges, hogy ez csak egy legenda, mármint ez a dolog, hogy az ágya mellett ez volt, de nem tartom kizártnak. De kétségtelen, hogy semmiképpen sem Juhász Gyula miatt lett öngyilkos Anna, mert már régen megszakadt a kapcsolat, és LSS is volt, és egyéb betegsége is voltak, sem munkája nem volt. Meghalt a férje, tehát kilátástalan volt az élete. Tehát gyakorlatilag úgy magyarázzák ezt az öngyilkosságot, hogy nem Juhász Gyulának volt eszköze, hanem Anna nem látta értelmét az életének tovább. Ugye egy bizonyos Irma nevű hölgy, aki az ő titkára volt, kvázi rajongóból lett egy ilyen ügyintézője, ő leszbikus volt, tehát ott eleve kizárhatjuk azt, hogy ez valaha egy beteljesült szerelem volt. Juhász Gyula bármit táplált Irmával kapcsolatban? Nem, őt már tényleg csak titkárnőnek fogadta. Hát az, hogy most leszbikus vagy biszexuális volt, erről azért nem tudom konkrétumot, én el tudom képzelni, hogy ő azért feleségül ment volna Juhász Gyulához, de amikor ő oda került hozzá, mint titkárnő, akkor Juhász Gyula azért már elég beteg volt, és több időt töltött a kórházba, mint kint az otthonában. Nem tudom szó szerint idézni sajnos, de Kosztolányinak van egy olyan sora Juhász Gyulával kapcsolatban, hogy ő az az ember volt, és most elnézést kérek, mert pontatlanul fogom idézni, de a lényeg benne lesz, hogyha ledobnak elé egy rózsát, ő azonnal elkezd vágyakozni, azonnal szerelemre lobban, és azonnal elkezd verseket írni. Ő ez a típus volt? Tehát egy gyermekded, romantikus, szentimentális, lánglelkű lélek? Én azt hiszem, ez egy nagyon korrekt megfogalmazás, és ez jellemző lehetett Juhász Gyulára, egyetértek Kosztolányival. Szakemberként, ha elolvassa az ember az ő verseit, bármi kiderül abból a létállapotról, arról a pszichés folyamatokról, amin ő keresztül ment? Igen, 3 verset írt Melankólia címmel, és az egyik jobb, mint a másik, pszichopatológiai szempontból, bőven benne van minden, amit mi tanítunk a depresszióból, csak éppen ez költői szinten. Bármelyik Melankólia című verset el lehet olvasni. Tehát magyarul, aki ezt elolvassa értő szemmel és figyelemmel, viszonylag jól rá fog látni arra, hogy mindenki keresztül egy mániás depressziós. Így van, igen, igen. És ezt elsősorban a depressziót fogja mutatni, mert ezek a versek a depressziós állapotról szól. Valami testamentumot hagyott ő ezekben a versekben? 2 ilyen című verse van, és az egyikben az a lényeg, hogy egyetlen kívánsága az emberiségnek, az utódoknak, hogy soha senki ne élje át azt, amit ő átélt, azaz ne legyen depressziós, mert annál rosszabb nincsen. Ő tulajdonképpen egy ilyen földi poklon ment keresztül? Igen, igen. Rettentő sokat szenvedett. A depressziós ember nagyon-nagyon tud szenvedni. Ez miből áll az ő esetében? Szorongással, stresszel, folyamatos önmarcangolással? Igen, halálvágyal, és az, hogy nem bírja már ezt az életet, és meg akar halni mindenáron. Értéktelennek érzi magát, tehát minden negatív, nem látja, a múltját sötétnek látja, a jövőjét kilátástalannak, és a jelent pedig úgy, hogy nincs más megoldás, csak a halál. Kicsit bizarr, vagy nem is tudom, bizarr, morbid, hogy 4 nőhöz volt köze, és mind a 4 nő öngyilkos lett Juhász Gyula után. Ebben van valami sorszerű, ő ilyen nőket választott, vagy egész egyszerűen az élet a legnagyobb rendező? Erre nem tudok válaszolni, ez számomra is megdöbbentő volt, amikor én foglalkoztam Juhász Gyulának a betegségével és kapcsolataival. Tény és való, hogy az első, aki megmentette az öngyilkosságról, az Kima Iri volt. Ő 16 év múlva lett öngyilkos. Egy nagyon tehetséges orvosnő volt. Az Őrsi Júlia már régen szakított Juhász Gyulával, és teljesen leírta az életéből, és ő is öngyilkos lett. Sárvári Anna
már sehol nem volt Juhász Gyula életében, vérbaj és annak következtében súlyos beteg lett, és úgy lett öngyilkos. És végül az Irma, a Kilényi Irma, aki szintén öngyilkos lett Juhász Gyula halála után 7-8 évvel, azért, mert az egyik nagyon szoros barátnője zsidó származása miatt elvitték a fasiszták, és ezt a deportálást nem tudta lelkileg feldolgozni. Kétségtelen az, hogy most hogy került, hogy mi volt az összefüggés, erre szerintem nem tudunk meg kellő magyarázatot adni, de mindenképpen ez döbbenetes, érdekes pszichiáterek szempontjából, de talán nem pszichiáterek szempontjából is. Ráadásul ugye azt is el lehet mondani, hogy Lukácsi Sándor úgy fogalmazott egy írásában, hogy hát nagyon szép érzelmei voltak, de nagyon csúnya ember volt. Juhász Gyula nem volt különösebben vonzó, rossz állapotban voltak a fogai, ápolatlan volt, legalábbis nyilván életének bizonyos szakaszaiban. Ez nem volt alkalmas arra, hogy őt nő úgymond a testéért, a szépségért megszeresse, és hát az is nyilvánvaló volt, hogy Sárvári Anna abból meg nem tudott semmit fölfogni, hogy Juhász Gyula mekkora költő. Ugye erre is vannak történetek, állítólag egyszer odaadta neki a Nyugatnak az egyik számát, amiben ugye több költeménye volt, köztük egy olyan is, amiben önmagáról, mint szatírról beszélt, és hát elkezdte olvasni Sárvári Anna ezt a költeményt, majd azt mondta, hogy ki ez a szatír ebben a versben, és mondja Juhász Gyula, hogy az én vagyok, és akkor azt mondja erre Sárvány, hogy maga egy szatír, és visszadobja a Nyugatnak az adott lapszámát. Tehát, hogy igazából egész egyszerűen nem volt az ő számára intellektuálisan méltó partner Sárvári Anna, és nem volt, ő pedig nem volt eléggé vonzó ahhoz, hogy Sárvári Anna benne a méltó szexuális partnert lássa, és ahhoz pedig nem volt elég tekintélyes és befolyásos, vagy nem élt ezzel a tekintélyével és befolyásával, hogy mint mondjuk színházról író, újságíró megkapja ezt a vidéki, hát mondjuk legjobb esetben másod tragikát. Ugye József Attilát és Ady Endrét megkérdőjelezhetetlenül a legnagyobb magyar 20. századi költők közé sorolják. Ön szerint, nem kell persze rá válaszolni, és lehet, hogy egy kicsit csacska is a felvetés, engem mindig érdekelt a hasonló játékok elindítása. Juhász Gyulát ön a 20. század mondjuk hány legjobb magyar lirikusa közé tenni? Hú, a 20. századot 1900-tól számítjuk ki. Igen. Igen. Hú, akkor viszont nehezebb dolgunk van, mert ugye azért a 20. század második felében is voltak egészen kiváló alkotóink. Hát, merjünk akkor nagyot álmodni. Én azt mondom, hogy mondjuk az első 15-ben benne van. Ön szerint, ha Juhász Gyula mondjuk 50-60, 100 évvel később születik, máshogy áll hozzá az orvostudomány, máshogy áll hozzá a pszichiátria, ő megmenthető lett volna? Igen, én azt gondolom, hogy ő tényleg az lett volna, akinél el lehetett volna kerülni az öngyilkosságot, kettő stabil állapotba lehetett volna hozni, hogy legfeljebb enyhébb hullámzások legyenek, de ne kerüljön sor ilyen sűrűn és ilyen hosszú időre kórházi kezelésre. Elég lett volna mondjuk csak hát 50 évvel később születnie, vagy 60 évvel, és akkor már sokkal jobb lett volna a prognózisa ennek a betegségnek. Ugye ő dacára annak, hogy az édesanyja lelkére kötötték, hogy nagyon vigyázzon arra, hogy a gyógyszerekkel hogy bánik majd Juhász Gyula, ő gyógyszer túladagolásba halt meg. Azt kijelenthetjük, hogy ez egy szándékolt öngyilkosság volt? Így van. Minden valószínűség szerint erről készült, pedig nincs kizárva, hogy könnyű volt átverni az édesanyját, az, hogy beveszem a gyógyszert, az anyja elmegy, kiköpöm, és félreteszem, és összegyűjtöm, és akkor, amikor meg összegyűlik, akkor veszem be az egészet. Az öngyilkossági időpontja az pont a születésnapján volt, és ezt sajnos nem egyszer látjuk, hogy az öngyilkosság kísérletet bizonyos évfordulókhoz kötik, és ez történt Juhász Gyula esetében is.